légiósaik, és éppen Magyarországon játszanak a román csapatnak. Azt hiszem, hogy tényleg ez a legfontosabb, hogy már nem ismertenek a számunkra. Nagyon jó, a Váringer Kati szerintem teljesen felkészületett a Gogirlából, illetve Bradeanuból. Azt hiszem ez a legfontosabb, hiszen lövőerőkben ők mindenképpen egy erős vonalat képviselnek. Aztán hát a románoknak a másik erőssége még a Dinu, akire a kapuban nagyon jó százalékkal védett a statisztikák alapján. Azt hiszem, hogy mindenképpen fontos tényező lesz a támadásnak a pontos befejezése majd. Még egyébként egy érdekesség a román csapattal kapcsolatban. Szeruta Luka az egyik legveszélyesebb átlövőjük. Az FC Köbenhávin együttesében játszik, tehát Pálinger Kati őt is jól ismerheti, hiszen csapattársa, a Meksikiaszki csapattársa is így módon Szeruta Luka. És most következik a magyar csapat bemutatása. Pálinger már túl a bemutatáson, Ferling mellette Melmani Bolya, Vérten Orsolya, aki egyedül maradt tulajdonképpen azzal, hogy Kenyerest kihagyta ezúttal a keretből, Németh András és Zsiga Gyula, szóval egyedül maradt a bal szélen. Borbás Rita mellett viszont ott van Őri Cecília beállóban. De a románokról még annyit, hogy a világkupán is szerepeltek velünk ellentétben, és ez azért figyelemre méltó az otthoni szereplésük, mert a csoport küzdelmek során nagyon megverték Koreát, döntetlent játszottak a dánokkal, és csoport elsőként jutottak az elődöntőbe, ott aztán kikaptak a norvégoktól, és a bronzmeccset is elveszítették, noha sokáig vezettek az oroszok ellen. Utána pedig a Turcsin kupán a lengyelek és a spanyolok legyőzése után az ukránoktól egy góllal kikaptak, így másodikok lettek. Viszont a világkupán Neri Ardeán, a bal szélsőjük, aki itt is remekül játszik, gólkirálynő lett, és beválasztották a torna All-Star csapatába, ő Szerbiában játszik a Jász Milos együttesében, és ugyancsak az All-Star csapat tagja volt a világkupán a beálló, a Nimben kézilabdázó Gülka, ő rájuk tehát különösen érdemes lesz majd figyelni a már említett játékosok mellett. Néhány magyar turkoló, sajnos a Moszkvában tanuló egyetemisták kénytelenek voltak visszautazni az orosz fővárosba, viszont érkeztek otthonról még néhányan. Fontos az ő részvételük is. A két játékvezető a mérkőzésen Svédországból érkezett, vezettek már nekünk Hakansson és Nilsson. Az ő jelenlétük akár jó előjel is lehet, hiszen a Korea elleni mérkőzésünket dirigálták a képen látható ura. Most pedig következik a két színjó. Pontosabban egyelőre még a zsűri asztalnál ülők bemutatása, és aztán most már valóban jönnek néhány pillanat múlva az imutok.
Szóval a román válogatott még veretlen, és az első csoportkörben élt át néhány nehéz pillanatot, bár igaz, hogy az utolsó középdöntőbeli meccsükön a dánok is egyenlítettek, és az utolsó 10 percben dőlt el az a mérkőzés végül a románok javára. Szóval az első csoportkörben az ukránokat 3-0, a franciákat viszont, akik akkor még jól tartották magukat, 2 góllal verték nagy csatában. Úgy meneteltek tulajdonképpen azon az ágon, mint a mi oldalunkon az orosz válogatott. Egyébként Görbi Tanitának volt egy apró húzódása, kérdeztem Tálai doktort a mérkőzés előtt, azt mondta, hogy minden rendben vele, emiatt tehát nem kell aggódnunk, ez nem fogja hátráltatni a győri irányítót ezen a mérkőzésen. Itt a románok csapata. Dinu egyébként, aki több mint 40%-os hatékonysággal hatástalanította a lövéseket, egy a világbajnokság internetes honlapján közzétett adat alapján, miközben a szövetségi kapitányokat, Györgyet Tadicsot láthatjuk. A Dunafert tartja a legnehezebb ellenfélnek, tehát ellenük szeret legkevésbé védeni. Van néhány Dunafer játékos pillanatilag a miénk keretében. Igaz, közülük mondjuk Melman és Borbás még nem régóta a Dunai város játékosa lehet, hogy nem ellenük szerzett át kellemetlen tapasztalatokat. Dinu kékmezben látható majd a román válogatott, fehérben pedig a magyar csapat. És úgy fest, hogy a románok kezdik majd a játékot. Várzaru a jobb szélső, náluk mellette 14-estel Felipe Luca, ott van Gülka, jönteti hátra a labdát Pradeanu-nak, aki irányítóban kezd. Gogirla a balátlövő, és 15-össel Árdán Ölszej a bal szélső. Nálunk Pálinger a kapus, Balogh Bea, mellette döntött tehát Németh András, Borbás, Tóth, Ücs, Vérten és Görbit a kezdőcsapat. Tóth tíme kapja el Gogirlát, aki a legutóbbi dánok elleni meccsen alig több mint 10 percet töltött a pályán. Ez alatt 6 átlövést eresztett meg, és egy talált a kapuba csupán. Meglehetősen rossz formában volt tehát akkor. Most Borbás átemeli, viszont Tóth oda nyúl. Bradeanu szedi össze a labdát, fenn a bíró keze. Árdán Nelisej, szép gólt szerez. Mondták a magyar válogatott edzői, hogy a másik félről inkább indításokból eredményesek a románok, viszont Árdán nagyon kreatív játékos. Igen, mindenképpen egy nagyon agilis játékosnak számít, célről egy az egyezik indul, és akár felkanyarodásba is képes gólt lenni, úgyhogy mindenképpen figyelni kell az ő semlegesítésére is. Melman Ücs helyére lépett pályára támadásban, Görbit, Tóth Tímea, Melman, Balogh már középütt zárna, Melman, szép gól, megvan az egyenlítés. Úgy tűnik, hogy Ibolya ott folytatja, ahol abba hagyta az előző meccseken. Nagyon szép kettős zárás. Gogirla. Egyébként a románok 95-ben és 99-ben nyertek junior világbajnokságot. Gogirla az előbbi csapatnak volt tagja. És nyertek 2-szer junior EB-t az utóbbi években, 1-szer pedig IT EB-t is. És valamennyi csapatnak azok közül Tadics volt az edzője. Pálinger védi Gogirla lövését. Tóth Tímeáé lett a kipattanó. Görbit hozza fel a labdát a bal oldalon. Tűcs egyedül megy be, szépen csinálta, vezetünk. Igen, nagyon jól indítottuk, ez ugye a már megszokott rendszerünk, és a Tűcs Gabinak a remélt egy az egyező képessége hozta meg az eredményet. Bátran kezd a Gabi, és ennek nagyon örülök. Majd a kiállításokra kell figyelnünk, hiszen a statisztika azt mutatja, hogy a három belső emberünk, Tóth, Kindul és Tűcs meglehetősen előkelő helyen van a tüntetések tekintetében a ranglistán. Gogirla lendületből jön Szeruta Luka, Vérten kapja el Tűcs segítségével. Gogirla, Luka, Pradeanu, Gogirla indul el keresztbe, és kilövi a hosszú alsót, 2-2 ezzel. Igen, ez azért volt nagyon szép átlövés a Gogirla részéről, mert azért a hazai bajnokságban úgy ismertük meg, hogy az ő kedvenc sarka azért a jobb alsó. És gondolom, hogy a Pálinger Kati igazából arra volt felkészülve, hogy a sánt megfogja az egyenes oldalt. Lehet, hogy megpróbál valami váratlannal előrukkolni Gogirla erre a mérkőzésre. Tótot ragadják meg, Anna Maria Lazer volt,
aki a legtöbbször kiállított román játékos, ő is a Győr kézilabdázója. Görbi, Melman Balognak. Melman, Görbi talpról kitolja Dinu. Redeanu beszélget Bogirlával. Luka. Bogirla. Radeanu. Lukának zárnak. Pálinger könnyedén védi a lövést, amelyet Fűcs összeszed már, mint a labdát a kipattanóból. Görbit keresztbe. Tóth. Megnyílnak előtte, és Tóth tökéletesen veszi ezt észre. Nagyon nagy lendülettel érkezett a védőre, és tényleg védőről elugorva tudta ezt az átlövést félig tudtad befejezni. Úgy tűnik, hogy a Dinunak eddig megtaláltuk a sebezhető pontjait. Luka. Várzer utól kapja vissza. Radeanu bejátszása Gülkának. Jó védekezés Tücstől. Luka. Vérten mellett. Sárga lap lett. Vérten kapja. Radeanu. Luka. Bogirlának zárnak ketten is, és a hosszút vette célba, de mellé lőtt. Igen, ez nem rajtunk múlott. Úgy tűnik, hogy tényleg próbál újítani a szokásain, de szüksége is lesz át, hiszen. Szűcs, nagy lendület és gól. A második gólja Szűcs Gabriellának. Remekül kezd. 4-2 a javunkra 5 perc elteltével. A keze felől nagyon jó elzárást kapott a Borbás Vitától, és így hiszen a folyosóba tudott lőni szabadon. Luka és Várzeru. Várzeru is Dániában játszik, ő a Vivor kézilabdázója. Cserélnek közben a románok, Lekuszánu jön. Az Olborg játékosa Bogirla helyére állt be. Radeanut ragadja meg Szűcs. Radeanu most irányítóban, elvileg ez az igazi posztja, de Győrben ugye Görbi tanítájé ez a hely. Ott tehát nem igen játszhat irányítót a román válogatottban, viszont igen, vértembe belemennek. Luka követte el a belemenést. Szűcs, Görbi. Szűcs, lemarad egy román, Tóth Tímea, szép az átemelés, Dinu azonban védi. Görbic, de jól vette észre vérten, Dinu másodszor is hárít. Ez nem jó, az jó, hogy vezetünk két góllal, viszont hogy Dinu ilyen pompásan kezd, a cseppet sem pozitív előjel, mert hogy a jó kezdés általában az ő formáját azért meghatározza egy-egy meccsre. Igen, nagy felületű kapus, és azért a lövőkezet nagyon jól követi, tehát közben megtalálják a bejátszással a beállót. Volt itt szerez Gülka. Gyors játék volt, nem tudtuk követni. Viszont Tóth legalább nem szabálytalan, hogy ne legyen nagyobb a baj. Megtorolták sajnos a két tisztel hibánkat egy góllal. Melman a pályán. Tóth. Görbi. Tóth. Melman bejátszása, Borbás nem tudta összeszedni sajnos, és indul Ardeán, viszont jól zárunk vissza. Lekuszánu, Radeanu, lehet, hogy jól zárunk vissza, de rendeződni nem tudtunk. Lazer szerez gólt. Ő nyáróta a Győri Eto játékosa. Többnyire ott részfeladatokat lát el, mint ahogy itt a román válogatottban is. Bár a védekezésre korlátozódik a világbajnokságon a szerepe. Görbi. Melman. Tóth benne a falban. Melman messziről elengedi, de milyen jól. Ő is két gólos, akár csak Szűcs Gabriella. Nagyon szépen messziről lőtt védőteste mellett nem sokat láthatott belőle a Dinu, és igazából ezek a takart lövések hozhatják meg aztán kintről az eredményességet, illetve mondom, szélsőknek nem szabad azt a sarkot lőni, amit már megmutattunk, hanem mindenképpen ha alul van a kéz, akkor fel kell húzni, a feje mellett nagyon értékenyen gondolom. Egy pattintott bejátszás megint, Gülkának, Borbással birkózott egyet a román beálló, sárga lap Borbás Vitának. Radeanu, Várzeru, Luka, Lekuszánu most megjátszható. Azt mondta egyébként Németh András, hogy kicsit
feljebb kell tolnunk a falunkat az ilyen lövések miatt. Szeluta Lukát különösen kielemezték a magyar szakvezetők. Ő jó teljesítményt nyújtott eddig is. Feljebb kell tolni a védekezésünket, de igazából már 10 méterre kijebb nem nagyon lehet menni. Tehát annyira megnyitjuk akkor a falat, lehetőleg a gym majd ezt az egyenes sarokba készülő lövés megfogja legközelebb. Melman, Görbit. Fertentől kapja vissza Görbit. Sárga lap középüt. Lavert kapta, ha jól látom. Görbit. Belemennél szerettek volna eljátszani, Lazer pedig szabálytalanul állítja meg Tóth Kimelt, aki meglehetősen rosszul esett. Ápolásra lesz szükség, már is jön Bába Mihály Gyula, illetve dr. Tálai András. A derekát fájlalja Tóth Kimelt. Igen, nem tudott igazán kompítani. Itt van György Tadics, aki 1990-től az IPI és a junior válogatottakat vezette, mostani segítője Dumitru Muci oldalán, és aztán 98 óta a felnőtt csapat edzői ők. Ez azt is jelenti egyben, hogy tulajdonképpen az összes játékosát gyerekkora óta ismeri. Gyerekkoruk óta. Melman vértem fut be, nem tud befordulni, és belemenésnek, belefordulásnak látják a bíró. Bradeanu. Rekuszánu, Bradeanu. Hatalmas lendülettel jön Pálinger. Nagyon kellett ez most. Az indítás megakadályozta Lazer. Görbit viszi fel a labdát. Tóth. Sajnos belemenés ez is. Tóth határozatlan volt, és nagyon gyorsan indulnak a románok. Ardeán Nilszej Pálinger kezét is érintve jut a labda végül a kapuba. Román vezetés. Én egy kicsit úgy érzem, hogy türelmetlenek vagyunk a támadásunk levezetésében. Az előzőnél bementünk két beállóra, és nem vártuk meg, amíg le tudjuk osztani a befutó beállókat és a kint lévő embereket, és valami történt, hogy nem elmúlt a labda. Lekuszánó szűcsütközik vele, megvan a labda. Balog, indul Vérten is, Balognak cseleznie kell, így is jó. Vérten, ott van mögötte Borbás, szabad dobás. Sajnos Vérten Orsi nem látta Borbás vitát, úgy lett volna az igazi, amit teszi neki a labdát. De már nagyon mögötte volt, nem láthatta a perspektívában. De legalább nem léptek meg két góllal a románok. Tóth. Görbit Melmannak, Tóth. Görbit. Most fújnak a bírók, kivártak, hogy mi lesz. Az lett, hogy Lazert kiküldik. A Görbi szerintem nagyon harcias volt, és abszolút, hogyha teljesen jól csinált, hogy végigvitte ezt a cselekvést, amikor már a védő félig mögéje került, és ennek a két perces büntet is lett ugye a vége. Görbi, Melman, le a szélre Vértennek. Tóth. Balog a szélen, nagyon jó szögből lőhet, nagyon mellé. Kár érte, hiszen emberelőnyből, nagyon jó helyzetből lőhettünk. Én azt hiszem, hogy a Balog beállnak ez még az előző meccsekből megmaradt bizonytalansága. Reméljük, hogy túl tud lépni ezen. Jó lett volna egyből az elsőt belövi, mert sokat segíthet ilyen helyzetekben. Árdeán bejátszása, lábat ért a labda, megköszönhetjük, mert nem rajtunk múlott ez sem. Borbás, de jó indítást kap, és be is lövi. Szép volt. Tóth Tímea indított tökéletesen, és Borbás befejezése is hasonló volt, mint az indítás. Igen, nagyon szépen elugrott a kapustól, és ugye a lövőkeze felőli terület nagyon szépen visszalőtte a dereka mellett. City Eszter közben a pályán, Szeluta Lukát, tehát csapattársát őrzi. Kopenhágában játszanak ugye együtt. Lekuszánu már belesípoltak. Még 45 másodperc az emberelőnyből. Ardeán. Lekuszánu. Nem játszanak bátortalanul, létszám hátrányban sem a románok, ezt el kell ismerni. Olyannyira nem, hogy gólt szereznek. Igen, az általában előfordul, hogy emberölőnyben vagyunk, és bátrabban megnyitjuk a falat, hiszen nincsen beálló. Ebből adódóan néha a cselezésre, illetve a befutása nagyobb hely marad. Görbit, Melmannak is van helye, és ki is használja ezt a helyet.
a harmadik gólja, egyenlő az állás megint. Radeanu. Szerre történt nálunk, lejött a Kovacsik Mónika a balokban a helyen. Kovacsik remekül játszott az oroszoknak, 9 gólt lőtt. Jó lenne, hogyha kitartana ez a forma. Balokban önbizalma úgy tűnik, hogy elment. Luka. Lecuzano. A hatoson védekeztünk, és Lecuzano összeszedi a kipattanót. Hiába véd Pálinger. Aki aztán egy kicsit szemrehányon néz a svéd játékvezetőre. Hiába persze. Radeán. Radeán. Lecuzano a szaggatottról. Pálinger fölé tolja. Tűcs hoztatja fel a labdát. Görbit. Nagyon gyorsan felérünk a kapujuk elé. Szabad dobás, és Tűcs seri a Melmannal. Kovács itt első labda érintése, Görbit. Tóth. Melman. Nem volt egészen pontos a labda, Borbás. Befordul, bravo! Sárga lap. Én azt hiszem, hogy hetes lett, mert hogy Lecuzano egy fél méterrel belül állt. Legalábbis a jobb lábával, itt már korrigált valamelyest, ez belemenés. Induló ember a bal oldalon. Görbit jön vissza, és meg is akadályozza Ardeán, hogy kapura lőjön. Igaz a románoké a labda, de ez így is úgy is dicséretre méltó visszafutás volt Görbit Anitától. Igen, villámgyors térségek vannak, úgyhogy ez nagyon fontos lesz az egész mérkőzés folyamán, hogy visszaérjünk, hiszen így el lehet kerülni a gyors indítás gólokat. Luka, Radeanu, Lecuzano Radeanunak. Luka, Varzaru, Luka, Lecuzanoval ütközik Borbás. Másik holnap. Lecuzano pattintva, elütjük a labdát, meg is van, vértem. Talán nem kell most rohanni, Tűcs, de hogyha így rohanunk, az egyelőre ígéretes. Több is, mint ígéretes. Vérten egy gyönyörű szép ejtéssel fejezi be ezt a gyors kontrát. Igen, végre nagyon jól védekeztünk a beállóval szemben, és aztán ebből a labda felhűtés, Orsnak egy nagyon pici tempót kellett csak kívánni, és már elég volt ahhoz, hogy igazából jó döntést tudjon hozni. 8-7, rögtön az első félidő feléhez érkezünk. Irányító poszton változtatnak a románok, Radeanu helyén Gassel, bár most Luka áll középre, és Gassel próbált lövőből startol. Lecuzano, Gassel is zár neki, Lecuzano elugrik a blokk mellett, és bepattintja egyelőre. Ő jól játszik a románoknál. Igen, ez annyiban hiba, hogy a kettes a fejet helyezkedett a labdás embernél, illetve a hármasnál, és így megnyitotta azt a részt. Erre oda kell figyelnünk, hogy ott együtt maradjunk. Tóth. Melmannak készültünk elő, Melman, nem lőtte most el, Görbit. Ő felugrik, Sinulól jön ki, és várjuk a labdát az övéké. Radeanut lökte be Borbás. Lecuzano. Gassel. Az ILAK együtteséből vannak egyébként a legtöbben a román válogatottban. Potetnéskedik Györgye Tadics, szövetségi kapitány. Középütt Gülka szabálytalan Tótékkal szemben, a miénk a labda. Tűcs. Görbit. Tűcs. Tótnak. Szépen lépett elé Ardeán. Én úgy érzem a román védők tevékenységén, hogy nagyon készültek a Tóth Timinek az átemelésére. Okosnak kell lennie, mert nagyon könnyen belemenés lehet belőle provokálni. Ők különben kettőt cserélnek most, Lazer és Radeanu érkezett védekezésbe. Mégpedig Gülka, illetve Gassel helyére. Melman. Tűcs. Szép blokk, de a miénk a labda, Melman. Görbit. Melman belemegy. Közel volt már hozzá Teluta Luka. Lazer. Nem rohannak olyan nagyon a románok. Így tehát fal ellen támadnak majd. Luka. Lecuzano. Gassel. Lukát löveti meg. Szép lövés volt.
sokat asszisztáltunk ezúttal. Itt a lassításon is látjuk, hogy nagyon messze, tényleg 10 méterről lő. Azt hiszem, hogy nála egy kicsit előrébb kell a szokásosnál helyezkedni, mert iszonyatos erővel lő messziről. Vérten, Melman, Forbás és Vérten is igyekszik most zárni. Görbi Tanita pedig bebújik két ember között és kiharcol egy hetest. Kis hián volt is lőtt ebből. Lazer mellett ment el nagyon-nagyon szépen. Alig, hanem ő lövi majd a büntetőt. Igen, ő vette fel a labdát és Diut. Ludmila Tereza Tamás váltja, ő is a Diutatuk Zsalaujász játékosa. Hatalmas termetű kapus, akinek Görbit belövi a büntető. Nagyon jól megmozgatta, második tempóra lőtt el, úgyhogy nagyon jól lőtt volt. Gratel. Luka, ezt kapja meg mégsem Várzerútól, Ardeán, ő azért nem lövi el onnan. Luka viszont talpról, igen, a kapufáról kijövő a miénk, Borbás. Elhagyja egy pillanatra, Szűcs, Görbi. Szűcs. Szép labda Borbásnak, akit azonban jól fog meg Ardeán, de nekünk sem rossz, mert ki fogják küldeni. Egyik legveszélyesebb emberét veszíti el a román csapat két percre. Már sokszor bizonyosan sokszor be, hogy te állod egy-egyben megtartani, pedig a Borbás utára nem a legerősebb, és mégis nehéz. Tehát ez az egy-egyenlő hadváltában védő két percet kap. Görbi. Melman. Kovacsit az első lövése, ez is elkerüli a kaput. Lehet, hogy Dinu akkora hatalmas termetű kapus, hogy ez is egy kicsit hátráltatja a szélsőinket. Minden esetre szélről még nem találtunk be. Nem könnyű neki gólt lőni szélről, az biztos, tényleg óriási területet akar a kapuból. Mindenképpen sokkal egy lövőcsellel le kell ültetni, hiszen hogyha egy-egyben lövünk, akkor azt betakarja. Még utánunk, Bradeanu. Luka. Várzerú Gáciel fut be a térről zárni, Bradeanu nem csak zárni, meg is akarták játszani. Tóti azonban a labda, Kovacsit, két induló ember, Kovacsit viheti végig, és be is dobja. Jól van. Góllal nyitunk tehát végül is egy kihagyott helyzetet követően emberelőnyben. Váratlan volt ez a talajról futából lövés. Luka. Bradeanu, Lecutano, Lukának, Várzerú beviti Görbit mellett, nagyon szép volt ő a térről, ember hátrányból is, nagyon jók és bátrak a románok. Technikára nagyon szépen végrehajtott lövés, kanyarítva, és jó alsó. Ferling közben a mieinknél a pályán, Tóth Tíme a helyén, balátlövőként szerepel. Görbit, Ferling. Oda jutnak, de Borbási a labda. Kovacsit, Melman. Ferling. 20 másodperc az ember előnyből. Görbicet ragadják meg. Kiállítás. Szépen csinálta Anita. Lazernek a második kiállítása. Kettős ember előnyben vagyunk néhány másodpercig, és aztán még további több mint másfél percen át. Ugyancsak létszám fölényben a magyar válogatott. Ez a Görbi Tanitának egy nagyon erős oldala, nem csak jó kezelve, hanem hihetetlenül egy az egyben bárkit bármikor képes meglenni lábbal. Melman, Görbi, most is oda csapnak, de hát ezért már nem jár kiállítás perce. Vértem megpróbálja a célről, meg is kell! Ez az. Úgy érzem, hogy megtalálta a fonalat a Dino ellen. Két gólos Vérten, egy gólos a magyar előny. Továbbra is ember fog, pedig a Lukát kíséri. Bradeanu, Lecutano. Lecutano megy fel, aztán leüti Tóth mellett. Várzaru bekígyózik középre és asszisztálunk, de szerencsénk van, mekkora szerencsénk van. A gólvonalról jött ki.
a levágódó labda. Görbi, eltorjuk. Várzaru és Görbit. Görbit hagyja, hadd vigye végig, Pálingerre bízva a döntés, Pálinger pedig óriási bravúrt mutat be. Ez kell. Tóth Tímea. Borbás, belemenés. Viszont a rohanás, ezt már korábban akartam mondani, az akció során az viszont nem kell. Maier egy kicsit meglöki Kovacsit és gólt szereznek, ami még rosszabb, Kovacsitot kiállítják. Igen, ettől féltem, hogy ebben lesz egy progresszív büntetés. Visszafutásba. Ilyenkor talán, hogyha nem tudunk labdát szerezni és kiszorítani csak, hanem mindenképpen löknünk kell az ellenfelet, akkor lehet, hogy jobb, ha csak gólt kapunk. Nagyon-nagyon rohantunk emberelőnyben, és erre ráfizettünk most. Balog be a pályán közben, Borbást hozta le Németh András. Ember hátrányba kerülünk majd. Most egyenlő létszámban 5-5 ellen játszanak a felek. Perling. Görbi. Balognak próbálná bedugni, visszakerül Görbichez, és Dinu feje fölé húzza a labdát. Dinunak nem nagyon tetszik a dolog, de hát miért tetszene, amikor gólt kap belőle? Igen, most is azt láthattuk, hogy a Görbicanit a szinte teljesen lent volt a keze, és lent van a földhöz közel, és ha abból fel tudják húzni, ugye mivel pont a kapus a lövőkézre, de a felső része a kapunak vételennél válik, az egy dolog, hogy neki tetszik-e vagy sem, az az ő problémája. Luka ugrik be, nem fújnak a svédbírók, Pálinger szépen véd. Először vagyunk egyébként ember hátrányban a mérkőzés folyamán, és ez jól kezdődött számunkra. Úgy ítélték meg a svéd bírók, hogy értem szabálytalansága még a lövés előtt történt. Görbicet közben ápolni kell, Siti Eszter irányít így a mieinknél. Remélhetőleg nem a húzódása. Én úgy látom, ahogy Szálai doktor megközelít, hogy az a jobb hátsó comb az, ami problémás egy kicsit. Igen, most próbál rányújtani. Görbicani a kispad előtt. Hát mégsem olyan tökéletes az a tomb, illetve a húzódás állapota. Vérten. Perling. Kiti. Szépen megy fel, és benn is van. A másik oldalra várta Dinu a labdát. Kiti Eszter is azok közé tartozik, aki kiváló produkciót mutattak be az oroszok ellen. Igazából nem volt kilépő védője, tehát a kapu bármelyik része üres volt. De jó döntést hozott ezzel a rövid alsóval. Gassel. Gyülkát megelőzi Tóth Tímea igaz szabálytalanság árán, de közben kiegészülünk. Jól oldottuk meg létszám hátrányban ezt. Siti most bal kettőben, védekezésben és Vérten a szélen azon az oldalon. Lekuszánu mellélő és senki sem ért hozzá. Nem kell talán most rohadni, két gólos előnyben vagyunk. Szűcs hozza fel a labdát. Óha. Kis hián ellépte. Szűcs és Tóth helyén, Perlig és Melman a pályán. És maradt Balog Bea. Siti. Melman. Láb. Az egyezések nem vannak, annyira nem megynek, mennek, és nekünk volt, hogy Borbás lábára pattant ugyancsak a labda. Szépen ér vissza Vérten. Már-már úgy tűnt, hogy elaltunk egy pillanatra, pontosabban Gülte nagyon jól vette érte Várzárút, de Vérten még időben kapcsolt, és ütötte el a labdát. Nagyon jó a visszarendeződés, úgy mindig úgy érzem, hogy megoldjuk. 25 percig. Lekutánu. Gassel talpról. Villám gyors csukló mozdulattal. Melman is pihenőt kap most, Siti tehát. Pontosan Melman kap pihenőt, és Tóth visszajött. Siti a jobb átlövő, Ferdinand az irányító ezekben a pillanatokban. Perling, Borbás lép ki, Tóth, Siti. Lekuszánút mozgatná meg, aztán Ferlingnek tenné be a labdát, Borbás. Inkább vissza, úgy van. Balog. Telemenés. Nem fér be már Balog be a két ember között. Bradeanu révén hozzák a labdát a románok. Luka. Luka Bradeanu.
Center után Luka. A lét alá, Páringer megy lefelé. Szép befejezés. Igen, a kontrából. Ugye a Fradel visszakontrázta a labdát, és kapott egy zárást a Szeona Luka, úgyhogy azt már nem tudta kivédekezni a Tosszini, abba jól bele tudott menni abba a résbe. City. Görbic is a pályán, de marad City is. City talpról, szép, pattintott lövés, Dinu nem tudja fogni. Váratna mindenképpen ez a talajról való futtából, azonos kép, azonos láb. Ezekkel élni kell, ezekkel a váratlan. Amikor a védőnek lóg a keze, akkor azt meg kell tűzni a feje mellett. Gatzel. Lekusztánu, nem lépünk ki rá. Gatzel, tovább. Pontatlanság, megvan a labda. Szűcs. Szót indít, Vérten. Lekusztánu zár vissza, ezt már nem kellett volna talán tovább tenni. Nem először fizetünk rá a rohanásra. Ardeán. Nagyon gyorsan jönnek fel a románok. Lekusztánu egy átemelés, a kapufa velünk van ezúttal. És most Pálinger egyáltalán nem kapkod. Alig több mint 3 perc van hátra az első félidőből, egy góllal vezetünk. City. Görbit, City. Tottimea. City egy kicsit hosszan kapja, Balog. Ardeán csapoda, Tott. City. Nem játssza be Korvásnak. Belemenés így. Pedig lehet, hogy az lett volna a jobb döntés, pattintva megpróbálja megtalálni a Borbás utát. Luka. Radeanu, szép volt. Bármennyire is mi kaptuk, volt. Nagyon ügyesen csinálta Radeanu. Igen, a Rita még nem tudta felvenni a védőhelyzetet, és még mozgás közben volt, ugye a lendületben érkező támadót nem tudta semlegesíteni. Hát nekik is lehetett szép jó támadásuk. Na, minél kevesebbet látnánk ezekből. 14-14. City. Vérten is befut most a térről. Ketten dolgoznak Borbással. Görbic pedig belemegy. Nagyon sok a belemenés nálunk. Luka. Radeanu. Luka lövése. Nem fog ki Pálingeren, és nálunk a labda. Luka bedőlt a hatoson belőle, és le is marad ráadásul, miközben a lassítást nézhetjük. Görbic. Létszám fölényben vagyunk. Szűcs. Tóth. Áh. Elveszítjük. Nagyon közel kaptam már a címe a labdát, és szinte állóhelyből, tehát nem tudta azt a lendületet érvényesíteni, amiből úgy át tudott hasítani két védő között. Kármere előnyben voltunk mindenképpen. Milyen lehetőséget most elpuskáltunk. Cserék a románoknál. Gatzel. Luka. Várzelunak mondja be a figurát. És el fogják venni passzívra. Feltették a kezüket, lassan hozzák fel a románok. De utána még tovább teszi, még hagyják hetes. Jó sokáig hagyták passzolgatni őket a svéd bíró. Én úgy éreztem, hogy a másik oldalon volt hasonló támadás, amikor lehet, hogy egy kicsit előrébb helyezkedett a védő, de belemenést ítéltek. Meg kell nézni, hogy hatosan belül voltak-e. Mayer jön majd, aki általában biztos kezű ítélet végrehajtó. Pálinger Kati viszont az egész mezőnyben a legtöbb hetes fogta. Ezúttal Mayer nyeri kettejük csatáját. Többször is vezethettünk volna, de most a románoknál az előny. Felül vagyunk az utolsó percen az első félidőben. Német András még vár egy kicsit az időkéréssel. Melman. Görbi. Melman. Görbi kiesik a kezéből, kicsit hosszan kapta persze. Most már nem fogunk időt kérni, sőt, Tóthimel kiállítják. Túl sok technikai hibát követünk el, elsősorban belemenés, de előfordult egy-két labda eladás is. Ezeket általában megtorolják sajnos. Ott volt a szansz, hogy egyenlítsünk. Most a románoknak van még gólszerzési lehetőségük, és jó, hogy Etan is nem kért még időt, tehát elképzelhető, hogy megteszi most. Luka, Várzalu, ember előnyben vannak a románok. Lekutánó, mellé! És
Sajnos már 10 másodpercen belül vagyunk, talán még valamire elég ez a néhány másodperc. Mérten próbálnak természetesen szabálytalankodni, Görvicet leblokkolják, és vége az első félidőnek, egy gólos román előny. Elég változatos összecsapás, elég sok hibával, de megszámoltuk itt közben a technikai hibákat, hogyha hinni lehet a számítógépünknek. Román oldalon 7, magyar oldalon 15 technikai hiba az első félidőben, ez utóbbi rengeteg. Úgyhogy ezen mindenképpen változtatni kell, mert ez egy meccsre elég, amit az első félidőben elkövettek a miénk elsősorban belemenésből. Itt a magyar csapat. Közben Siti beállt üdvözölte. Egy régen látott szerintem Dán úr. Nem, a macedon páros. Ja igen, a Necsepszit már látom a másik Necsepszit, aki most az elnöke a szövetségnek. Nagyon kedves, hogy pont az, miután megkaptuk a szót, azután jött ide, itt volt a teljes 10 perc. Szóval a magyar csapat kezdi a második félidőt. És még ember, hátrányban vagyunk másfél percen át. Kis változtatást is igényelt. Gyorsan mindez a felállásban Borbást hívták le, és ne elmar a pályán. Görvicse pedig kijönnek emberfogásra Gatter révén. Perling. Melman. Görvic befut a falba, aztán most már Melmanra figyel Gatter. Melman. Szépen ugrott el. Vértem viszont már indult visszafelé. Dinu védett labdát. Hosszú idő után egyébként. Radeanu teljesen simán viszi be. Igen, ez volt az a szituáció, amikor a Melmani Dinak nem kellett volna lerohanni, hiszen emberhátrányban is voltunk, és egyszerűen képtelenek volt a négy megmaradt játékos közömbösíteni a lerohanást. Kovacsit, tehát balogott Kovacsitra cserélte Németh András, Görbit. Perling. Szép játék, Kovacsit, Dinu betakarja. Rosszul indul a második félidő, ember hátrányban vagyunk, és rohannak a románok, Radeanu. Perling még nem tette le ezek szerint a lábát, és volt kapunk, Gatter. Érdekes bírói ítélet volt, hiszen az egész mérkőzés eddig az első félidőben úgy tűnt, hogy konzekvensen fújják a belemenéseket hasonló szituációkban, és nyilván jogosan háborodtak fel a Andrásék a kispadon, hogy ez akkor miért nem volt az. Két gyors volt kaptunk, még nem egészülhetünk ki. Perling. Vérten, Melman indul felé. Gatter a kezére ütött, jöhet Borbás, mint a kiegészült tehát ezzel a magyar válogatott. És visszaállnak hatos falra a románok abban a pillanatban, hogy teljes létszámban a miénk. Görbit. Luka mutatja, hogy befogta a karját Görbit. Magyar szabad dobás, Görbit Anita. Perling. Szépen megy fel, és a lövés itt szép. Gyönyörűen megmozgatta kifelé a védőjét, és tempót is nyert a lövő keze felé. És nagyon fontos volt az, hogy a lövés is nagyon jó helyre ment, becsapta a Dinut. A szemmel látható, hogy a három belső emberünkből, akik a legtöbb gólt szerezték eddig, Görbit, Szolt és Melman, nagyon felkészültek a románok. Itt mondtad is be, hogy talán Perling és Szűcs előtt nyílnak így lehetőségek, vagy esetleg Siti Eszter előtt is teszem hozzá. Kovacsit. Szabálytalan. Árveán próbálta megverni kifelé. Gatter. Villám gyors volt lábbal. Újabb volt szerez a Zila irányítója. Igen, hát az ő erőssége úgy tűnik, hogy a talajról való lövésekben, illetve az egyéni szerezésben nyilvánul meg, hiszen fizikum ezt teszi lehetővé a számára, de hát gyors mindenképpen lábbal. Perling bátran megy fel és kipokhálózza a felsőt, csodaszép átlövés. Gyönyörű előkészítés. Azt hiszem, hogy ez fontos lesz, hiszen az első félidőben rengeteg kétválóra való berendezkedést hajtottunk és befutást csináltunk. Most azt hiszem, hogy ezzel, hogy kontrajátékokat, súlypontokat helyezünk egyik-másik oldalra, ez a támadásunkban talán az eredményesebb lehetőség. Árdeán megpróbálja átlövésből, felkanyarodva az apró szélső, már viszonylag apró.
felső részet súrolva hagyta el a labda a játékteret. Szűcs, lendületes, Várzeru odaért. Értem, szerette volna Szűcs megjátszani. Ádján egyébként a klubjában nagyon sokszor játszik balátlövőt, és nem szélsőt, úgyhogy nem véletlen, hogy bemeri vállalni ezeket a felkanyarodásokat. Görbi. Kerling. Luka fogja meg, Melman kapja a zárás Borbástól, Görbic, most bátortalan volt sajnos Melman Ibolya, és indulhatnak a románok. Zsőtka, jól van, a Titifosszú volt Dinu labdája, Zsorgya Tadics majd felrobban a mérektől. Görbic, Melmannak keresztbe, Melman, a blokkról ment fölé, nem ért hozzá Dinu. Mutatja az ujja hegyét, hogy ezzel még érintette a labdát, innen nem látszott, és illetik, hogy onnan sem, ahol a bíró áll. Hiszen türelmesebben kéne felépíteni a támadásokat, illetve amikor megvan felépítettük, akkor nagyobb lendülettel kéne belemenni a lövő szituációba. Ferlin. Melman. Vízbe viszi középre, Melman. Tépcsel! Ez az! Mindenképpen meg kell nyitni a támadásokat kifele kettes külső magasságában, mert egyszer-kétszer sajnos betömörülünk ebbe a belső 4 méteres közegbe, és ott meg besántolnak minket. Luka. Lecuzano, aztán Ardeantól megint Lecuzano kapja a Gattel. A második fél időben ő nagyon villog. Akkor a helye volt, hogy csoda lett volna, ha nem visz ide. Ő a legeredményesebb román játékos ezzel, 4 gólos. Igen, ezzel a felugrásos passzal ballövő már óriási előnyt hozott össze az irányítónak, és ugye be kellett segíteni a hármas védőnek, megnyílt a lehetőség a betörő irányítónak. Melman. Görbic-től kapja vissza Melman. Görbic. Ott a hely, de aztán lezárják előtte a területet. Görbic. Kiállítás lesz. Borbás Vita lépett volna ki ellenfele mögül, Iván küldik ki. Ő húzta vissza. Ott a passzintott bejátszás, és lerántotta Borbás Ivánnak. Ferling. Görbit, Melman. Melman tökik odébb, Radeanu, Görbic, Vérten, jól védekeznek a románok. Görbic, Melman, gól! 5 gólos Melman Ibolya. Nálunk ő lőtte a legtöbbet. De most nagyon türelmesen kijátszott, hogy talán már itt a Vérten Olsinak is egy kicsit pontosabban labda, akkor már ő is bevihette volna, de a folytatásban is nagyon jól jött az, hogy az időnek a húzás az visszerre jött ki. És most jól kezdtük az ember előnyt, nem úgy, mint eddig, mert általában eddig elszórt labdákkal jutottunk. Gattel a szélen. Ardeán, Lecuzano, Luka vissza Lecuzanónak. Ardeán. Gattel a szélről megpróbálta, de elég éles volt az a tök. Egyenlítési lehetőség előtt állunk, egy percig még ember előnyben vagyunk. Tóth Kimia most csak védekezik, Melman a pályán. Görbic. Melman indul. Ferlingnek keresztbe. Borbás, hetes. Bravúrosan kapta el a labdát, amely megpattant még egy román kézen. És most nem Görbic tanítva, hanem Ferling Bernadett megy oda, hogy bedobja a hetest. És marad Dinu Ferlinggel szemben. A felső részből kipattam Borbásig, remélhetőleg Borbásig, igen. Kimaradt hete, de legalább a miénk marad a labda. 10 másodpercünk van az ember előnyből. Ferling fel is nézett az órára. Görbic. Melman le a szélre, Kovacsic ráugrik az ellenfelére és mellé lövi. Pedig úgy tűnt, hogy tökéletesen csinálja. Egy gólt dolgoztunk le a hátrányunkból tehát, ember előnyben.
Legutóbb egyébként a románok 90-90 voltak elődöntősök. Viszont 2003-ban a világbajnokságon nem akármilyen bravúr lenne, hogyha két egymás követő évben sikerülne ezt véghez vinni, mármint hogy döntőbe kerüljön. Legutánunk jó blokk után Kovacsit, Árdeánt kapja el, nem volt veszélytelen. Hát egy kicsit rájátszott azért az Árdeán, megpróbálta befogni a Kovacsit Moni kezét. Bogirlát küldi rövidesen pályára, hogy a Tadic, Luka fenn a bírók keze, Legutánu. Hát, tudnám, hogy ez miért nem támadó. Különösen az első félidőben látottak tükrében. Cserélnek a románok egy ilyen pillanatban. Most jön Gogirla, de nem ő lövi. Árdeán hova megy föl? Atya világ, érintett még egy magyar kezet a labda. De még mindig passzívan maradt a kérdés, ez fontos. Gogirla, ő el fogja lőni, csak kérdés, hogy honnan. Hagyták, hadd vigye éppen a hatosig. Mi is hagytuk persze, meg a bírók is. Igen, ez ezért fájó most egy kicsit, hiszen tudjuk, hogy ő ezekben a helyzetekben bevállalja. És mindenképpen fel kellett volna ütközni a Totini, egy kicsit passzívan védekezett rajta. Görbit, Melman, Berlin középüt. Borbás rángatták vissza megint a pattintott bejátszás. Próbáljuk a beállót foglalkoztatni. Nagyon figyelnek az átlövőinkre, szemmel láthatóan lehet, hogy ebben lát lehetőséget Németh András. Melman, a kapufa most nincs velünk, viszont miénk a labda. Radeano azt hitte, hogy nem csapattárs, hanem egy magyar játékos van mellette, és inkább bevetődött. Görbice blokkolják, vonalon túlért hozzá Dinu. Berling. Görbit. Berling, Melman. Luka mellett elugrik, kapufa, és ezúttal az alapvonalon túlra pattan. Több mint 10 perc eltelt a második félidőből. Továbbra is román vezetés. Indul készülődik, illetve balok készülődik a mieinknél. Luka, Kassel, Rovillának készítenek elő, megpattan a labda, Pálinger védi. Belépett Luka. Tűcs, óriási lendülettel, Tóth tovább, úgy de nagyot kapott Tóth címe, a Kovacsit belövi és kiállítás kell, hogy legyen. Kassel zavarják ki a bíró. Nagyon szép átadás volt a címe a részéről, és végre egy eredményes befejezés, de ebből a képből is lehetett látni, hogy a Dinu tényleg hatalmas feletet akart, tehát annyira túl kell ugrani rajta, ahhoz, hogy az ember meglássa azokat a kis foltokat, ahol még eredményes tud maradni, és most ezt a Monika remekül felhasználta. Ember előnybe kerültünk, és egyik leggyorsabb lábú embere, Kassel nélkül a román válogatott. Radeanu tért vissza a pályára, és marad Gogirla is. Radeanu. Gogirla teszi vissza Bradeánunak. Orbán fogta meg az egykori csapattársa. Itt van Roxana Gassel. Éppen büntetésben Luka. Várzaru honnan próbálja meg? Nem is jön neki össze. Bátor volt, de ez most nekünk jól jött. Nagyon messze járt attól, hogy célt érjen. Balog a pályán. Berling. Görbit. Melman. Orbás elesik középüt. Berling. Balog. Vérten kapja a szélen a labdát. Melman. Elugrik mellettük és Dinu hiába nyújtja a lábát, nem ér oda az alsó sarokba. Hosszú idő után egyenlít a magyar válogatott. 20-20. Nagyon szépen megoldott a zsibolya. Egy kicsit féltem ettől a támadástól, hiszen látom, hogy mind a két szélsőn hozza vissza befele a labdát, és tűzíti a lehetőséget a lövőinknek, de aztán a zsibolya megoldotta. Kapus cseréltek közben a románok, Tamás a pályán. Luka, belemenés! Na! És most Luka méltatlankodik. Az első félidőben nem tette ilyen esetekben. Görbit, Tűcs, ott a helye! Belülvédekezés, hát Bradeanu! Én nem tudom, mit láttak a bírók. És már indítanak belőle, Várzaru szépen becsapja Görbitet. Hetes.
áll az óra, itt már csak a végét látjuk. Azt nem hiszem, hogy Bradeanu nem akadályozta volna Szűcs Gabriellát az iménti befejezésnél ott a hatoson belül, de lehet, hogy így volt, és én vagyok húzottan elfogult. Az a támadásban több volt, úgy érzem, hiszen többen is voltunk, és hát szabad volt már a jobb átlövő, hogyha Szűcs Gabi lepasztolta volna a Szócsiminek, vagy ő, vagy pedig a húzása a balok beáig, biztos, hogy eredményesebb lett volna. Mayer belőli a második büntetőjét is. Ezzel megint román vezetés, és pillanatokon belül ki is fognak egészülni a románok. Lekutánuk készülődik már Görbit. Melman le a térre, Balog. Kiegészült a román válogatott. Görbit, Sterling. Gól! Felavatja Tamás. De ismét arra látunk példát, hogy a kettes és az egyes közötti rés az sebezhető, mert nagyon sokszor arra törekednek a csapatok, hogy egy ilyen töltsérszerűen beirányítani az átlövőket középre. Aki ezt meg tudja variálni, kifele meg tudja törni azt a rés, az általában sikerre viszi. Amilyen leszúrás most Juliana Iván kapott, hol van, kiindul a pályán, de csak szabad dobás, ennek a szabálytalanságnak a nyomán, szóval Gyorgyi Tadics úgy leszúrta az ötös számú játékosát, és volt neki, hogy nyugodtan üljön arrébb, most nem fog visszamenni. Iménti védekezésében látott hibát. Pálingerről oldalra jön ki a labda, de nagy védés volt, felután Luka ment be a jobb oldalon. Mázarunak még egyszer el kell végeznie a bedobást. Kapelzár, Gogirla, Pálinger! Eddig kettőjük párharcait, inkább Papi nyeri. Kindle. Tóth Tímea. Most a románok indulhatnak. A gyors befejezésekben eddig mi nem nagyon jöttünk jól. Görbit csapott le Várzarura, aki jól tűrte ezt. Nem mondjuk tudom már, hogy mit kezdjen a labdával. Kettel, Gogirla. A vezetést még nem tudtuk átvenni. Luka. Vérten érkezik, Luka még ellövi, szabadobás. Nem szekte kedvét az a szabálytalanság, meg az előbbi kimaradt mindszer sem. Gogirla. Gattel. Hetes. És meg ki is fogják küldeni kívül. Nem, Vérten. Igen, ezt szinte felkínáltuk az irányítónak ezt a rés betörése. Nagyon fontos, hogy az a belső négy ember az együtt mozogjon és megbízzanak egymásban. Ez teljesen jelent, hogy kettes kilépővel védekezünk, de ebben az esetben mindenképpen be kell segíteni a hármasnak. Pálinger végre megfogja a Mayer hetesét, a harmadik büntetőt. Nagyon kellett. Ember hátrányban ugyanis kapott góllal kezdeni, nem jó jel. De nem kaptunk gólt. Siti a bal szélen, hiszen ugye Kenyeres Fannit nem nevezte, a magyar szövetségi kapitány, Vértent pedig most kiállították. Ferling. Balog fut be. Szép volt Balog Bea. Nem hagyta magát legyűrni, és hetest harcol ki. Nagyon szép egyéni megmozdulás volt. Reméljük, hogy ez az önbizalmát is egy picit segíti helyreállni. Görbit Anita. Ő belőtte a maga büntetőjét még az első fél időben. Megtántoltatja Tamást, aki aztán kivédi a hetest. Az oroszok ellen sok volt a kimaradt büntető. Ma háromból kettőt hibáztunk el eddig, ez sem kevés. Igen, készültek. Minden egyes pillanatban lehet érezni, hogy két egymásban nagyon jó felkészült csatája, csapat csatája ez a mai mérkőzés. Gogirla. Gattel. Gogirla Lukával szinte összefutnak. Gattel. Tóth lábáról pattan vissza a labda, de szerencsénkre a bírók nem látják ezt. Tóth. Gogirla üt oda, Balog. Tóth. Be lehet vinni. Gogirla odaüt, kapufa, és semmit nem fújnak a bírók. Tóth marad a földön. Óriási rohanás most a másik kapu felé. Várzarut megállítja, kiindul, és most sem fújnak a bírók. Aztán mégis.
ez hihetetlen. 21-21. 15 másodpercig ember hátrányban vagyunk még. Gassel, Luka Gogirla bejátszással próbálkozott volna, 5 másodperc a kiállításból, vértem már készülődik. Gassel, Gogirla, kiegészültünk, most jön Vértem, de még nincs a falban. Szabadobás. Gassel, Luka összeszedi, és gólt is szerez a beálló. Megdugták a lábak között neki. Összességében őt jól semlegesítjük ma, ezúttal azonban eljut hozzá a labda, a második gólja. A döntetlenről mindig a románok mozdulnak el eddig. Perling, Tamás, és fölép pöttyinti aztán. Jól véd a cserekapus a Zila hálóőre. Egy villámgyors román támadás, Ardeán, most már kezdő a különbség. Igen, ez az a pillanat, amikor meg kéne fogni a meccset, hogy ne menjenek bele végjátékban nagyobb előnnel a románok. Viszont, hogy ez a kapos cseret egyelőre most nem kezeljük jól, illetve a kontrolákat nem tudjuk megállítani. Györgyis ment volna, de szépen Várzerú lépett elé még idejében. Perling. Györgyis nem fogta még a labdát, nincs tehát kétszerindulás. Melman ütköznek vele. Kicsit aggódtam, hogy nem fognak fújni a bírók. Igen, azt hiszem, hogy taktikailag most jó lenne, hogyha itt a jobb kettős védő pozíció van, Glazerre rámennék, hiszen neki már van 2-2 perce, tehát elvileg a piros lapot el tudnánk érni vele. Görbit, Perlin, Melman le a szélre, Balog, szépen odazár Ardeán, jól védekeznek. Görbit, Glazer vele szemben, rajta túljut Görbit, Borbás viszont nem tudja megfogni a labdát. Ardeán megjátható Várzerú, és kihagyja az itter. Minden nagy szükségünk volt erre most. Igen, szerencsénk volt, de ez már mutat egy-két jelet, hogy nem úgy jövünk haza, mint eddig. Pedig ez az utolsó pillanatig létkérdés lesz. Melman belemenés. És Melman megsérül az esésnél. Nagyon nagy ütközött, hiszen nagyon nagy lendülettel ment bele ebbe a résbe. Én úgy éreztem így a szituáció alapján, hogy ez 7 méteres volt, hogy belül védekezett a védő. Elmond kell ezúttal ápolni. Remélhetőleg megmutatják, így nem megmutatják. Nem láttuk, hogy hol áll ezek utánról, lehet, hogy a vonal előtt. Közeledünk az utolsó 10 perchez, őrített Ilja készülődik közben 7-essel a mieinknél. Beállót cserélünk tehát majd. Mindent be kell most már vetni. Lassan kritikussá kezd válni a helyzet, de hát még nagyon sok van azért hátra. Gogirla, Borbás, most mindent bele kell adni. Ardeán kapta el. Gassel, Ardeán, Pálinger, és becsúszik. Már-már megvolt a labda. Nagy szerencséje volt most Ardeánnak. Iszonyatos tekünk van. De ebben a mostani kézlabdában nem lehet azt mondani, hogy a három gól nagyon sok, csak támadásban én azt érzem, hogy kevés az, amikor labda nélkül próbálunk teret nyerni védővel szemben. Nagyon sok az, amikor csak a labdás ember mozog, és leütköznek minket egy az egyben, széttörik a játékunkat, és a szabad dobással tudjuk csak folytatni. A kapufáról kijövő Vértené, ez pedig Perlingé. Két kimaradt helyzet most, Balog. Álljunk fel most már. Egy kicsi szerencsénk is volt most a bal szerencsében, gondolok Görbit kapufájára. Melman kapja a zárást, a szabálytalan zárást. Nincsenek velünk a svéd bírók. Nem, pedig most az Ibola tényleg nagyon szépen megindult labda nélkül. Kár érte, hogy ezt én megpróbáltam az állásról.
számos végjátékban fordított már a magyar válogatott ezen a világbajnokságon. De most elég jelentősnek tűnik ez a hátrány. Luka, Bogirla. Luka előtt a terület. Vérten jól látta, hogy oda kell lépnie. Gattel. Mayer a jobb kérső a románoknál, most tetik fel a bírók a kezüket. Bálinger lábáról becsorog a labda az alsóba. Most az ág is húz bennünket. Igen, nem voltunk szerencsések, főleg úgy, hogy elvileg ez egy egyenes oldalra menő lövés volt, amit a Kati máskor hárítani szokott. Most is úgy volt, úgy tűnt, hogy megvan a labda. Hát nem. Nagyon kicsi híja volt. Németh András pedig időt kér. Remélhetőleg önök hallják majd a szavait. Néhány szót mi is elcsíptünk egyelőre. Csak annyit hallottam, hogy az átlövésekkel próbálkozzunk. Tóth Tíme át most beküldte Németh András, visszaküldte a pályára. Sterling helyére még hozzá. Györbi. Görbit, kifelé cselez, Lazer fogja meg. Tóth. Görbit felmegy, gyönyörű mozdulat! Mennyire hiányoltuk ezt eddig, ezt a hihetetlen és szinte védhetetlen lövés, gyönyörű takart oldal. Láttuk, hogy a kapus a másik oldalon elküldték telefonálni, ahogy szoktuk mondani. Anita első átlövése, ami sikerült. Luka. Bogirla lövi ki a hosszú alsó. Csugár Tíme a közben a magyar kapuban. Szerintem Pálingernek kétszer fekke volt, de Németh András úgy gondolta, hogy most megpróbálkozik egy váltással. Itt a válasz. Gyors válaszok szükségeltetnek most már, mert fogy az idő. Tóth Tíme a... Három gól, 7,5 perc hozzávetőlegesen. Gattel. Luka. Sugár védi, szinte olvasva Luka szándékát. Kindl. Tóth Tíme a bal oldalra, zártak a románok. Görbitet nem lehetett játékba hozni. Készültek a labdafelhozataloinkból is perce. Kindl tovább, Tóth. Egyedül viszi, és Tamás kivédi. Balogé a visszapattanó. Felállunk, indul helyén Mellmann a pályán. Őri. Görbit, Mellmann. Ketten zárnának a mieink közül. Vérten is ott van most Őri mellett a falban. Tóth. Tóth elindul, bátran leblokkolják. Nyilvánvaló volt, hogy el fogja lőni, és nem is tudta a blokk mellett kapu felé irányítani a labdát. Igen, ez egy nagyon kikényszerített lövés volt, tehát nem volt balszésőn, mindenki a pálya jobb oldalán helyezkedett el, mert szinte felborult a pályán, és sokkal szélesebben kell játszani, akkor is, hogyha átlövésekre törekszünk. Luka, Gattel, Bogirla, Ardeán, átlövésből mellé! 4 góllal nem tudnak meglépni most a románok. 25-21-nél volt 4 gólos a differencia. Tóthot kapják el. És Tóth most lejön Szűcs Gabriella a pályán. Mindent megpróbálunk. Görbit lehúzódott most a bal szélre. Balog próbálkozik Szűcs.
Görbit. Vérten. Görbit. Szép blokk, Celuta Luka. Órát nézik a románok. Bőven van még hátra. Bőven, hát mihez képest. Balog. Görbit. Luka akasztja meg. Szűcs. Vérten. Beviszi. Tamás pedig kitolja a csípőjével. Nagyon jól véd a Gilak kapusa. Igen, úgy tűnik, hogy most a románok arra álltak be, hogy középen szétverik a belső hármasunkat, és egy picit felkínálják a széleken azt, hogy próbáljuk befejezni külső oldalról. Egyelőre bejön a taktikájuk. Gatel. Ardeán nem találja a kaput ezúttal sem, közben Siti Eszter felállt a padról. Második félidőt végülte eddig. Görbit. Kindl. Tóth. Lassú volt Balognak, meg mögé is ment egy picit. Gatel kézzel együtt szerezett labdát. Kindl és Tóth le. Sőt, Vérten is le. Hárman jönnek a mieinknél. Melman, Szűcs és Siti. Görbitnek szól, azt hiszem, Siti Eszter, hogy menjen le a bal szélre. Ő irányít tehát, Görbit pedig a szélen. Szűcs, Gogirla ütközik vele, Melman nagyon messze a kaputól, vele is Gogirla ütközik, Siti. Melman, szép csel. Nem nyúltak hozzá. Nem nyúltak hozzá. Ezt a lassításban nem pont takarásban volt, úgyhogy én azt mondtam volna innen, hogy 7 méteres, mert a védő az pont közöttem volt és az ibaja között, de... Innen annak tűnt üntetőnek. Kevesebb, mint 4 perc és 3 gólos különbség. Németh András mondja a magáét. Gogirla, megvan a labda, Görbit Anita. Gogirla utána ered, és még oda is üt. Görbit kihagyja a helyzetet, és nem fújnak semmit a bírók. De kiállítják, na tessék, kiállítják 5 másodperces gondolkodás után Gogirlát, aki... teljesen nyilvánvalóan szándékosan odaütött Görbitnek. Ezzel együtt jó lett volna, hogyha bedobja ezt Görbit Anita. Igen, hát máskor ő ezt nem olyan szokta elhibázni. Siti. Melman, Szűcs. Szépen megy be. Szűcs Gabriella. Gyönyörű, nagyon kellett ez a dinamikát, hiányoltam aztán eddig a csapatból egy picit, hogy amikor oda kerülnek erre az egy-egyezbe, hiányzott egy picit az az óriási lendület, ami eddig jellemző volt, és amit most a Szűcs Gabitól láttunk. Reméljük, hogy ez a 3 perc elég arra, hogy fordítsunk. Tóthot átemeli Ardeán, áll az óra. Most már kevesebb, mint 3 perc. És ebből a kevesebb, mint 3 percből valamivel kevesebb, mint másfél percet ember előnyben van a magyar csapat. Őrit közben Vérterre cseréltük, Bradeanu őrzi Vérten, Balog felhúzódik a szélsőjére. Ardeán próbálkozik, szerintem belement Siti Eszterbe, nem csak szerintem, viszont van 2 ember a pályán, akik nem így látták. És időt kér a román szövetségi kapitány. Nem teljesen értem a bírókat, de valami szinten. Az előbb felesben hallhatták a román, illetve a magyar szövetségi kapitányt. Ha most is így lesz, akkor inkább hallgatok, hogy Németh András szavait is hallgathassák. Vérten Gattelen majd, most vissza kell állni a hatosra, Borbás pedig Celuta Lukát kíséri az időkérést követően. Gattel, Radeanu tovább, Varzaru, aki jól cselez, de nem Siti és Görbit mellett. Marad a labda a románoknál. Radeanu egy keresztmozgás, illetve egy kontramozgás, de elveszítették fék a labdát. Na, összeakad a nyelvem a végére. Siti, Tóth,
védi Tamás Balog lövését. Főszereplő lesz a román győzelemben, ha román győzelem születik. Igen, pedig hát most is itt volt a lehetőség, hiszen még mindig 40 másodperc van az ember előnyünkből, és elvileg ki tudtuk volna hozni, szerintem eddig 1-0 mindenképpen. Még egy labdát itt kell védekezni. Árdeán. Várzaru. Semmiféle elképzelés nem volt már ebben a megmozdulásban. Teluta Luka. Hagyják, hadd jöjjenek, és most elveszik belemenésért. Most ennél nyilvánvaló belemenéseket nem láttak meg a svédek. Görbit. Ketten rontanak rá. Vértel lejön, de aztán mégsem. Kis tanácstalanság, ugye ember előnyben vagyunk még, ezért mondta Németh András, hogy nem kellett volna. Most már nem vagyunk ember előnyben, lépés gyanús volt. Ezt most elengedi. Két gól a hátrányunk, és alig több, mint egy perc van hátra. Siti Eszter. Tóth Tímea. Ezt góllal kell befejezni mindenképpen. Mellmann bejátszása. Marad a miénk a labda. Gyorsan el kell végeznünk, mert vészesen fogy az idő. Most nincs idő türelmesen játszani. Siti Eszter. Luka ütközik vele. Borbás nem tudja megfogni a labdát. És azt hiszem, hogy ezzel eldől. Románia lesz világbajnoki döntős. Én ezt már nem valószínű, sajnos, hogy meg tudjuk fordítani. 40 másodperc a végéig. Várzaru. Még egy szabad dobást harcol ki Gogirla. Nem mondhatjuk, hogy a győri játékosok révén remekeltek elsősorban a románok. De így is megvernek bennünket. A második félidőben nagyon-nagyon kevés gól esett. Gogirla még összeomlik, Görbittel ütközött. És aztán egy másodperc vége. Románia 26-24-re legyőzte a magyar válogatottat. Hosszú évek, sőt, mondhatni évtizedek után nyertek ellenünk. Továbbra is veretlen a román válogatott és világbajnoki döntőt játszhat. A mieinknek pedig marad a holnapi bronzmérkőzés. Ma lényegesen többet hibáztunk, mint korábban. Fantasztikusan felkészült egymásból a két csapat. Ez egyértelmű volt a látottak alapján. És a románok jobban megvalósították az elképzeléseiket. Az is igaz persze, hogy a svéd bírók nem feltétlenül ugyanazt látták mindkét oldalon, egy-egy hasonló szituációban. Két gólos különbségnél ezen is múlhat, de nem vagyok benne biztos, hogy ezen múlott. Minden esetre most a mieinknél mindenki meretten néz maga elé. Rövidesen eldől, hogy kivel játszunk majd a bronzéremért. Nagyon jó lenne egy sikerrel befejezni ezt az egyébként, azt hiszem, hogy várakozáson felül gyönyörűre sikeredett világbajnokságot. A románok pedig döntőt játszanak. Az elmúlt évtizedek legnagyobb sikere a román kézilabda számára. Ez van. Rövidesen jövünk vissza majd interjúkkal, de a megbeszélések értelmében az elődöntők után először majd a győztes csapat szakvezetője nyilatkozhat az országos közvetítő televíziónak, úgyhogy előbb a románok készítenek interjút, azt hiszem, hogy néhány perc várakozás, és aztán majd Németh András osztja meg velünk a tapasztalatait reményeink szerint.